Feldühödött devizahitelesek torlaszolták el a képviselői irodaház bejáratát Budapesten, miután nem engedték be őket egy kerekasztal beszélgetésre. Volt, aki önként távozott, a többieket viszont rendőrök vitték ki az épületből. Orbán Viktor ugyanakkor nagy sikernek tartja, hogy a devizahitelek törlesztő részleteit szerinte érdemben sikerült csökkenteni. Az MSZP viszont azt követeli, hogy a bankok a 2010-es tavaszi árfolyamon forintosítsák a hiteleket. Elfogyott a devizahitelesek türelme. A Nem adom a házamat mozgalom tagjai egy jobbikos kerekasztal beszélgetésre érkeztek a képviselői irodaházba, de nem engedték be őket. Többen ezért elállták a bejáratot, hangoskodtak, például megafonon gyilkosokat skandáltak. A jelenlévők egy része később önként távozott, a többieket rendőrök kísérték ki. Orbán Viktor viszont elégedett. Bestése szerint a devizahitelesek törlesztő részlete várhatóan 25-30%-kal csökken. Most 1000 milliárdot kell erővel elvennem a bankoktól, hogy az emberek ne menjenek tönkre. És ezt az 1000 milliárdot oda kell adnom az embereknek a törlesztő részletük érdekében, hogy ne szakadjon rájuk a tető. Ennek ellenére azért lesznek olyanok, akik az alacsonyabb részleteket sem képesek törleszteni. Senkit sem szabad az útszélén hagyni. Van az eszközkezelő, vannak a korábban kialakított adósmentő gyakorlataink, ezeket a jövőben is működtetnünk kell majd. A hiteleket kötelező lesz forintra váltani. Orbán Viktor szerint azért, hogy senki ne essen kísértésbe, hogy ismét eladósodik, mégpedig devizában. Az MSZP szerint ez támadás a devizahitelesek ellen. Ezért azt követelik Matolcsy Györgytől és a kormánytól, hogy ne nyerészkedjenek az árfolyamon a devizahitelesek kárára. Véleményünk szerint az lenne a korrekt, hogyha a kormány olyan törvényt alkotna, amellyel a 2010 tavaszi árfolyamon lenne lehetőség erre az átváltásra, amely jelen formájában alkotmánysértő, sérti a tulajdonnal való szabad rendelkezés jogát. A rögzített áron történő visszaváltásnak Szanyi Tibor szerint az egyik lehetséges üzenete az, hogy a kormány képtelen a forint erejét megőrizni. Ha viszont javulna a forint árfolyama, akkor rosszul járnak az adósok. Ha és amennyiben ez a kormánynak a várakozása, vagy a kormány gazdaságpolitikája abban áll, hogy ő majd erősíteni a forintot, azaz erősíteni az árfolyamát, akkor ez a rögzített árfolyam meg szó szerint nyílt rablás. A liberálisok politikusa Bodnár Zoltán már korábban is kritizálta a szerződések kötelező forintosítását. Szerinte ez olyan súlyú és mértékű beavatkozás a polgári jogi szerződéses szabadságba, amit nem lehet alkotmányosan igazolni. A devizahitelek piaci átváltását azonban megkésett, de jó megoldásnak tartja.